Azt javasolja az Európai Bizottság az uniós tagállamoknak, hogy támogassák Ukrajna és Moldova tagjelöltségét. A brüsszeli testület szerint Ukrajna, idézem, évek óta közeledik az Európai Unióhoz, jó munkát végeztek, de a csatlakozásig még nagyon sok tennivaló van hátra. Figyelemre méltó, hogy Brüsszel szerint a kisebbségek helyzete is javult Ukrajnában. Nem biztos, hogy ezt a kárpátaljai magyarok is így látják és így érzik. A bizottság döntésének inkább szimbolikus jelentősége van. Elemzők szerint senki nem gondolhatja komolyan, hogy Ukrajna alkalmas lenne az uniós csatlakozásra. A bizottság azt javasolja a tanácsnak, hogy nyújtson európai perspektívát és tagjelölti státuszt Ukrajnának. Természetesen azzal a feltétellel, hogy az ország további fontos reformokat hajt végre. Jelentette be az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen a testület ülése után péntek délben. A javaslat nem okozott különösebb meglepetést, főleg azok után, hogy előző nap az Unió három legnagyobb gazdaságának vezetője, vagyis a francia elnök, a német kancellár és az olasz miniszterelnök együtt utazott Kijevbe, ahol a román államfővel kiegészülve közösen álltak ki Ukrajna azonnali tagjelöltsége mellett. Ukrajna már a háború előtt megkezdte útját az Európai Unió felé. A társulási megállapodás aláírása óta eltelt 8 évben az ország 70%-ban átültette az uniós szabványokat és normákat, előírásokat, indokolta a bizottság döntését Ursula von der Leyen. Ukrajna 2013 őszén állapodott meg Brüsszellel a politikai és gazdasági kapcsolatokat szorosabbra fűző társulási megállapodásról. Ám az orosz barát ukrán elnök Viktor Janukovics az utolsó percben visszalépett a szerződés aláírásától. Már másnap tömegek tiltakoztak a kijevi Majdan téren, ahol néhány héttel később már több mint 100 halálos áldozatot követelő összecsapások robbantak ki. Viktor Janukovics Moszkvába menekült. Fél évvel később az új ukrán elnök Petro Poroshenko aláírta az uniós társulási megállapodást Grúziával és Moldovával együtt. A folyamatot a háború gyorsította fel. Oroszország február 24-én támadta meg Ukrajnát. 4 nappal később pedig Volodymyr Zelenszky ukrán elnök bejelentette, hogy országa hivatalosan is benyújtja uniós csatlakozási kérelmét. A tagállamok üdvözölték a lépést, ám néhányan köztük Hollandia, Franciaország és Horvátország is jelezte, hogy nem támogatja a gyorsított felvételi eljárást. Az Európai Bizottság elnöke végül április 8-án adta át Kijevben az ukrán elnöknek a csatlakozási kérdőívet, amelyet a kijevi vezetés alig több mint egy hét alatt megválaszolt. Közben az ukrán példán felbátorodva, március elején Moldova és Grúzia, mostani nevén Georgia is benyújtotta csatlakozási kérelmét. A bizottság most úgy döntött, hogy Moldova megérett a tagjelöltségre. Georgiának viszont még végig kell vinnie néhány kulcsfontosságú reformot. A pénteki döntés vegyes érzelmeket váltott ki a Nyugat-Balkánon, ahol több ország is sorban áll a tagságért. Szerbiával és Montenegróval már tartanak a csatlakozási tárgyalások, amelyeket hamarosan Észak-Macedónia és Albánia is megnyithat. Bosznia-Hercegovina viszont még vár a tagjelöltségre, míg Koszovó csak a társulási megállapodásnál tart. Egy észak-macedóniai fórumon a horvát államfő kijelentette, a zágrábi kormánynak csak akkor kellene rábólintani a Ukrajna EU tagjelöltségére, ha Bosznia-Hercegovina is megkapja ugyanezt a státuszt. Az uniós állam és kormányfők a jövő heti csúcs találkozón döntenek arról, elfogadják-e a bizottság javaslatát. Ám ez még nem jelenti azt, hogy Ukrajna rövid időn belül csatlakozhat. Összehasonlításképpen Magyarország 1994-ben nyújtotta be kérelmét, és 10 évvel később lett az Unió teljes jogú tagja. Moszkva szoros figyelemmel követi Ukrajna uniós közeledését, különös tekintettel az EU-n belül erősödő védelmi együttműködésre, közölte a Kreml szóvivője. Közben egy szentpétervári gazdasági fórumon Vlagyimir Putyin orosz elnök éles hangú beszédben ostorozta az Európai Uniót és az Egyesült Államokat. Szerinte a globális gazdasági nehézségeket nem az Ukrajnában dúló harcok okozzák, hanem a nyugat gyarmati politikája. Az európai politikusok döntéseinek következtében a nyugati országokban tovább növekszik az egyenlőtlenség, és az a társadalom mélyebb megosztottságához vezet. Nem csak a vagyon, hanem az értékrend tekintetében is, mondta az orosz elnök. Hozzátette, Oroszország győztesen fog kikerülni az ellene indított gazdasági háborúból.